meg az ütereket. Jaj, de jó, hogy jönnek. Jövünk! Jó napot! És most jó napot, Vince Krisztián. Szabad véleménynyilvánítás kapcsán én úgy gondoltam, hogy eljövök és véleménynyilvánításra. Mondjon véleményt! Mondjon véleményt! Az a véleményem, hogy annak magad idején... Magad szoktak ragasztani? Persze. Igen. Ragassanak. Tehát az a véleményem, hogy az önök kormánya és a Fidesz kormánya, önök bevezették ezt a devizahitelnek, mondott akármit, főfuttatták, és az ottán kormány meg azt ígért, hogy megoldja, nem oldották meg. Tehát semmilyen színalat. Mi vezettük be? Én úgy gondolom, hogy mert akkor az Orbánék ellenzékben voltak, de a... Ki engedi ezt a devizahitelt? Nem tudom, hogy nem ki engedélyezte, de teljesen mindegy, hogy ki engedélyezte. Az a lényeg, hogy aki most hatalmon van, annak kell megoldani. Az egy másik kérdés. Az a legnagyobb kérdés. És igen? Tehát most azért voltam én ma már Német Szilárdnál, Orbán Viktornál, mert végigjártam az ide vonatkozó összes fórumot, nem találtam orvoslást a problémámra. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy jelen pillanatban 900 ezer végrehajtás folyik az országban. Körülbelül 5,5 millió svájci frank alapú hitelt tartanak nyilván, amiből 1,5 millió olyan hiteles van, aki jelzáló alapú. Gyakorlatilag, ha ezt megszorzom hárommal, az lesz a vége, hogy az embereket ki fogják lakoltatni, akkor gyakorlatilag közvetlenül az országnak majdnem a fele kikerül az utcára. Oké, csak kérdezem, hogy nem kell, jöjjenek bejebb, mert bajban lesz. Nem kell maguknak tudni természetesen. De csak kérdezem, hogy hallgat, hogy tudják, hogy mi erről a dologról egyébként mit képviselünk és mit mondunk, hogy mi van a nyilvános programjainkban? Én beszéltem a Varjú képviselő úrral, a kúria előtt találkoztam vele. Ott mikor is körülbelül? Egy 3 hete. Aha. És amikor rákérdeztem, hogy mi a programjuk, akkor azt mondta, sietni kell. És nem mondta el? Nem mondta el, de ugyanúgy voltam az MSZP-nek egy ilyen ülésén. Na majd megkérdezzük. És ott is, amikor egy órán keresztül tárgyaltunk be az MSZP-sekkel, a végén felállt, hogy megkérdeztük, hogy az MSZP-nek mi a megoldási javaslata, egyelőre nincs. Nincs? Azt mondta, nincs. Hogy eszközkezelő. Jó. Igen. Megfőzném a hétig. Mit szólnak hozzá, hogyha leülnénk és ezt megbeszélnénk normálisan? Mikor? Most meg. Ígéretben tele van. Nem hallod? Most. De nem tudok már. Most. Nem, most megfőzöm a kosarat. Ja, jó. Két a pernökség ülés után jöttem vissza, és a gyerekemmel leszek. De most megbeszéljük, hogy mikor. Jó? Jó. Én csak azt tudom elmondani, hogy szerintünk mit lehet csinálni. Rendben. Abban nem vagyok boldog, hogyha a Laci nem tudta elmondani maguknak, de nem baj. De Gyurcsány úr, nem úgy lesz a megbeszélés, mint a Kovács Leventén, hogy megbeszéltük egy időpontot, és nem fogadott minket, bezárt az ajtót. Ilyen még nálam nem volt. Ilyen még nálam nem volt. Azt mondja. Ez szerintem most így minden. Jövő héten találkozunk, jó? Jövő héten tudunk találkozni? Melyik nap? Mondjuk hétvég az karácsony. De az minket nem szabad, mi akkor is megyünk a dolgainkat. Illetve én biztos, hogy fogok menni. Tegyék meg, hogy ne a lakásom. Persze. Nekem lenne egy javaslatom. Nem, leülünk egy rendes helyet. Gyurcsány úr, annyit kérdezik. Én nekem lenne egy javaslatom. Egy mozgalmi találkozón keretén belül. Nem tudnád találkozni? Mi az a mozgalmi találkozó? Nem adom a házamat mozgalom, nem menjen fel a Facebookra. De nézd, micsoda? Nem adom a házamat mozgalom, ez egy kifejezetten a devizakárosultaknak a problémája. Megoldás. Akkor nyugodtan eljönnek minden hozzám. Nyitom, eljöttek minden hozzám. Ha el tudunk ülni egy tárgyalóba, ez legfeljebb 10-15 ember, és eljönnek hozzá. Ide? Nem egy tárgyalóba. Terész körül. Inkább 15. 46. Igen. 14. Ja, melyik napot? Melyik napot? Próbálok helyet keresni. Ez az. Ki a Laci? Póka Laci. Na most ugye 10 hónapra ki van tisztelt. Az ő férje. Csányi Sándor miatt. Mikor tudom maga férje, már nekem is rosszal jöhetem, de keressük az időpont. Mikor tudom maga férje jönni? Majd amikor már Csányi Sándor fölhagyja. 10 hónapja van kitérve. De akkor ebben én nem tudom. Hát ön nem. Valószínűleg ön nem. Vagy a Fidesz, de hát ugye de ők meg nem akarnak. De nekünk úgy lenne jó, Gyurcsány úr, hogy a Póka László is ott legyen velünk.
Ezért mondta a Ferdinánd, szerintem Bóka László az ön férje? Igen. De ha nem tud bejönni Budapestre, akkor mit fogunk csinálni? Azért gondoltam, mert jövő héten a mozgalmi találkozat nálunk lesz Dunaharasztin, és akkor én gondoltam, hogy esetleg... Nem fog tudni kiérni, őszintén, szóval én nekem menni is... Azért keresgetem most is, mert hát... Nem kell megérteniük, de ilyen félórás időpontokat szoktam másoknak adni. Valóban nem ennyit akartam, de is keresem, hogy hol találunk, de normális egy órát. Nem tudok kimenni Dunaharasztiba. De január második hetében ki tudok menni Dunaharasztiba. Igen? A 8. héten. Na, az is jó lesz. Az is jó. Tökéletes. Jó. Vagy jó. Mikor lesz a mozgitali nálad? 4. Az nem jó. Még nem vagyok ja, Pesten. Értem, de január 8-ától majdnem mondhatnak bár. Kísérlet az újra kapcsolat. Jó. Most jó. Jó. Mondjanak egy időpontot. Jó. Január. Várja, hogy is van a mozgalmi tali? 8-a az a... Az milyen napra esik? Hétfő, az első rendes, vagy a második rendes hét. 9. És hát akkor még nem indult, 9-én az ukrán határmentet vagyok a nyugdíjas ügyekben. 11 csütörtök. Tökéletes. Délőtt tud lenni, vagy délután? Ez délután van határozottan 5-től. Akkor legyen 10. 10-e. Szerda, nem jó? Megoldjuk. Mert én ott el fog indulni megint vidéken már. Most láttam, hogy már oda is van, aki, ha látják, hogy 14 órától már nekem be van írva valami. Viszont 10-én... 5 óra, 6 óra, 7 óra, ugye? Mindig este jó? Igen. Mi mindig este tartjuk a mozgalmi találkozót. Basszus. Fogorvoská vagyok itt. De időpont keresésben vagyunk. Nincsen probléma. Jegyezzük föl. Vesszük. Vesszük élőbe. Mi van 8-án? Hétfőn. Hát, szerintem semmi. Lehet. Egy jó kis hétfő. 8-án minden jó. Na. És akkor hol legyen? Hát Harasztiról beszéltünk. Akkor Dunaharaszti, akkor nálunk legyen. Hát igen. Jó. Rendben. Jó. Nagyon. Na, szóval Dunaharaszti. Dunaharaszti, Sziget utca 4/A. Dunaharaszti. Harasti. Így. Sziget utca. 4/A. Sziget utca. 4/A. Telefonszámot esetleg adjak? Körülményes a megközelítése azért. Én jót leszek, nem? Jó. Én biztos jót leszek. Nehéz megtalálni, csak szólok előre. Nehéz megtalálni? Nem olyan nehéz. Hát végig Soroksári úton kijön. A GPS-e nagyon tudja. GPS-e? Először sokat szívtam a helyszínre. Jó, akkor várnak, akkor azt csináljuk. Szóltam. Akkor azt csináljuk, hogy beírok ehhez a dologhoz egy... jegyzetet, egy telefonszámot, és akkor, ha baj van, és nem találok oda, akkor telefonálok. Jó. A jegyzet pedig úgy szól, hogy azt mondja, hogy plusz 36, mert nyilván, hogy... De mobil, rádiót is. Az. 30-as? Igen, 30-as. 30. 497. 497. 0314. 0314. 30-as, 497-es. Így van, 0314. Tökéletes, így. Ez? Igen. Jó, elérjen nekem, aztán, hogy ha hívok, akkor én hívok, én ott leszek. Jó. Én biztosan Pesten vagyok. Ki? Szerintem, én értek ez a legjobb. Igen? Jó. Jó. Ha nem törölte volna el az intervenciós... Ezt meg fogom addig majd akkor megbeszélünk mindent. Akkor semmi probléma nem lett volna. Azt a picike problémát, csak arra fel tudom figyelni. 10 éve kompenzálják azt a picike problémát. Életek. Most ne erről beszéljük, az időpontot. Az időpontot egyeztessük le. Azt mondom, megértettem. Ráadásul szerintem ez nem a kormánynak a hatáskör, hanem az MNB-nek. A Nemzeti Bank hatáskör. De most... Itt ne vitassuk éppen meg, hogyha nem haragszanak, de utána fogok nézni. Megértette, hogy magának az intervenciós sáv... Teljesen tanulmányozzát, legyen szíves, és készüljön tenni. Fel a tanulmányból, devizahitelesen. Abszolút megértettem, nézzék, hát nincs evén velem probléma. Élő egyenes adásba fogom követni az interjút. Így. Na tehát, január 8, 17 óra. Dunaharaszti, Sziget utca, 4/A. Így van. És mi a Lacival a múltkor beszélgettünk. Én ott leszek. Jó, rendben. Én ott leszek. Jó van, rendben. Mert valójában érdekesen alakult már, aztán abban maradt. És a másik kérésünk az elmúlt 30 évben, mivel ugye hogy körülbelül egy korosztályok vagyunk, 4 évenként volt választás, ugye?
országos választás, és minden harmadik évtől a negyedik évig mindent megígértek a népnek, hogy lesz majna, meg minden, amit el tudunk képzelni, és egyre keservesebb az országban élőknek a sorsa. El lehet hagyni Magyarországot, itt lehet hagyni, ki lehet menni Angliába mosogatni, de mi nem szeretnénk kimenni mosogatni, sem a devizahitel miatt, sem a politikusok miatt, sem a bankárok miatt. És szeretnénk, hogyha a most a választásoknál, ami a lényeg, nem csak ígérnének, hanem be is tartanának. Meg fogjuk beszélni Dunaharasztival. Hát most ne szerepeljünk, Kati, ne szerepeljünk egymásnak egy videón, mert akkor nincs értelme, ebben én is jól jók ebben a műfajban. Kimegyünk, és megbeszéljük. Jó? Tehát... Úgy legyen. Jó. Jó. Na. A visó látásra. A jó főzőcskézés. Viszlát. 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 Jó, jó. Hajrá. Hajrá. Viszlát. Figyelj, muszáj, mert egy szarcsorbán ugyanolyan szarcsorbán, mint az Orbán, és nem vagyok hajlandó eltűnni, hogy ígérje. Élőbe vagy. Nem baj. Miértek ide, annyira ne beszéljünk egyszerre. Igen. Tehát... most... Az elmondom még itt a helyet. Persze, nyilván. Csak a személyeskedés. Itt vagyunk, Gyurcsány Ferenc ház előtt. Ugye az előbb beszélgettünk vele 10 percet, megbeszéltünk egy találkozót Dunaharasztiban, januárban. De azért elmondom, hogy a lázadás éve a 2017, igazad lett Tóni, a sárgapólósok mindent azért, hogy a béna ellenzéket is elzavarja a nép a büdös francban, mert gyakorlatilag most kaptunk ugyan egy ígéretet, de várjuk meg, még mi lesz a vége. A végrehajtások végrehajtások leállítását továbbra is követeljük, és a Fidesz ugye, amit már egy párszor elmondtam, ma ugyanúgy időt húz, hülyének nézi a magyar embereket. Ez itt egy olyan ország, hogy szólás után nincs szabadság, szintén érvényes a mai napra, Póka Laci még mindig ki van tiltva a Szemlőhegyi útról is, és Budapestről is, és hát ugye a bankárok és a politikusok pedig ismerjük a politikusok, meg a bankároknak az itamított majmai, mert ők irányítanak mindent, és itt lakik egy gyáva politikus, aki eladta a magyar népet a pénzhatalomnak. Tehát ennyit kívántam itt nektek elmondani. Meglátjuk, hogy mit hoz majd a következő két hétnek így, a, ahogy mondod, az eredménye. Hajrá! Hajrá! Jó. Kati hozott karácsonyi üdvözlőlapot. Hát nem tudom, mennyire publikus, meg mennyire sem. De minden esetre én azért készültem, már Orbán Viktornak is dobtam be egy karácsonyi üdvözletet, meg a Cipbank vezérigazgatónak. Hát Flettor takarodja közéletből, 20 ezer devizás, összefog téged, fog Angliába elüldözni, mosogatni. Te nagy nemzetember, aki hazudsz, születésedtől fogva. Olyan nyomorú karácsonyt kívánunk a devizások, milyent nyújtottál nekik. Jó. Ez a képes kép, karácsonyi üdvözletem. Ott van. Jó. Igen, Laci is itt van egyébként, csak most itt tudom őt. Jó, nyomjad. Várjál, oda tesszük a... A Lacihoz. Ez, igen. Na, sziasztok! Szia! Őrült módon, például ezt a videót és az összes többit is, látjátok, hogy megéri? Különben soha az életben nem tudják meg ezek a politikusok, hogy neked problémád van, ha nem mész oda a házukhoz. Mikor tudnak ezek fogadni, ha bejelentkezel, meg petíciókat írsz? Így viszont, hogy ott vagy, el tudod kapni, el tudod mondani, és hova jutottunk, Gyurcsány Ferenc eljön velünk beszélgetni. És abból már valami kijöhet. Nyilván legfeljebb megállapítjuk, a legrosszabb az, hogy megállapítjuk, hogy már megint nem történt semmi, de ha meg se próbáljátok, ha nem mentek oda hozzájuk, akkor biztos, hogy nem történik semmi. Ugyanígy értik el a sárgapólósok, hogy a Fidesznél, remélhetőleg Orbán Viktor asztalán, ott van a megoldási javaslatunk. Mert bementünk a Fidesz irodákba újból és újból, balhéztunk, és szóba álltak velünk. És ugyanígy, ami az a videókban elmondunk, a Bóla Zoltán, a Rezsi Szilárd mind szó szerint idézik a feljelentéseikben. Tehát igenis olyat kell csinálni, ami felkelti a figyelmüket. Az, hogy a Kossuth térre kimentek és ott főzöntök, mondjuk azt, hogy szart se érdekli őket. Az érdekli őket, amikor nem tud téged megkerülni, és nem tudott megkerülni a Gyurcsány Ferenc se, nem tudott megkerülni a Fidesz vezetése se, nem tud megkerülni senki a sárgapólósokat, mert tökösek vagyunk, ha kidobnak az ablakon, bemegyünk az ajtón, az ablakon.
az ablakon megyünk be, és nem érdekelnek az eljárások, és nem érdekel, hogy hány rendőr vieg a nyomunkba. Megyünk, és elérjük, amit akartunk. Mindenkinek ezt javasoljuk, karácsonyig is, karácsonykor is, karácsony után is. Nyomjátok, menjetek a házaikhoz, a bankokba, a bankárok házához, és akkor ez mi is megoldás lesz. Hajrá! Hajrá. 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 Annyit még hagyd mondjak, hogy ugye Gyurcsány Ferenc azt mondta, maguk szoktak plakátolni? Igen. Nyugodtan ragasszanak, tehát a rendőrség veszi a kamerát, a felvételeket. Igen. A volt miniszterelnök azt mondta, hogy nyugodtan szabad véleményt nyilvánítani, mert ehhez jogunk van, és éljünk is az alkalommal, és a lehetőséggel. Úgyhogy hajrá! Csak húzni a tudjuk, hogy véleményt kamerátnak az előbb, mikor itt volt a Gyurcsány is. Na. Ugyanaz, hát most is fölvették mindent, tehát édes akkor minden. Innen én megyek tovább. Hajrá! És akkor... Mondasz, hogy valamit? Nem. Mert gyere, Laci!